előadónk, dr. Kovács Mónika és Fekete Zoltán, előadásuk címe Covid után szabadon, kiút a mókuskerékből. Róluk. Dr. Kovács Mónika mottója: a világot nem régi szemléletű emberek fogják megmenteni új programokkal, ha a világ megmenekül, új szemléletű emberek fogják megmenteni programok nélkül. Daniel Quinn, Izmael Kriológia. Több mint egy évtizedet dolgozott a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében, mint pszichiáter, szakorvos, kutató, oktató és tréner. Tudományos doktori PhD fokozatot klinikai orvostudományból nyerte el, pszichoneuroimmunológia, illetve az allergiás betegségek pszichés vonatkozásai témában. 2010-ben úgy döntött, hogy más szakterületeken is kipróbálja magát. Társával megalapította a Szupervályok permakultúra műhelyt, melyben a környezet és egészségtudatos életmód, ezen belül is elsősorban az organikus és gyógyító építészet területén tevékenykedik. Menet közben aranykalászos gazda és kőműves végzettséget szerzett. Lételeme a sokoldalúság, a minél szélesebb körű interdisziplináris és holisztikus világlátás a tudománytól a spiritualitásig. Jelenleg szabadúszóként ír, tanít, tanfolyamokat tart és épít, két kézzel is, mivel megszerezte a kőműves szakképzettséget. Pártállása... Az önsegítő kézikönyv, Kacskaringók a szabadság felé vezető úton, szupervályogépítés alapjai, Csigastratégia, a falu, Foltbéli krónikák, ezek a könyvek megkaphatók, illetve az utolsó könyve, amit írt, a Covid, kötőjel 1984, fekete doboz. Honlapja csigastratégia.com. Egyben mondom, mert együtt tartják az előadást, Fekete Zoltán mottója: akár hiszel, akár azt hiszed, hogy meg tudod csinálni, akár azt, hogy nem, mindenképpen igazad lesz. Henry Ford. Szervésztechnikus, hangmester, technikai polihisztor. Az elektronika szinte minden területén szerzett jártasságot, az irodatechnikától kezdve a számítástechnikán keresztül a riasztó és megfigyelő rendszerek kiépítéséig. Egy-egy évre belekóstolt egy hangtechnikai bemutató terem vezetésébe is, és technikusként az RTL Klub TV csatornánál magazinműsorok és a híradó külső felvételeinek készítésébe is. Jelenleg a főcsapás a szupervályok technológia hazai bevezetése, adaptálása jelenti az életében, különös tekintettel az építési rendszerrel kapcsolatos műszaki kérdésekre, a magyarított zsákvályok technológiába bevitt technikai újításokra. Menet közben ő is kőműves szakmát szerzett. Társával több mint 10 éve járják a kiköltözők, azaz a rendszertől függetlenedni vágyó, egészségesebb és tudatosabb életformára törekvők rögös útját, és szedik magukra mindazt az elméleti és gyakorlati tudást, amit az önellátás és önrendelkezés kelléktárának is szoktunk nevezni. Hallgassák őket szeretettel! Gyakorlati tanácsokat is fognak szerintem mondani nekünk, ugye? Meglepetések is. Remélem, mindenki nagyon meg fog lepődni. Be kell kapcsolni azt is. Szeretettel köszöntünk mindenkit, és hogyha nem gond, akkor így az elején leülnénk, aztán majd kicsit mozgalmasabb, akkor felállunk. És még azt kérjem, azt hadd kérjük, hogy tegeződhessünk, jó? Mert ez így egyszerűbb lesz. Ugye ezt a címet adtuk az előadásnak, azt mondtam, leülök. Azt a címet adtuk az előadásnak, hogy Covid után szabadon, kiút a mókuskerékből. Hát én azt gondolom, hogy ez elég önhit dolog lenne azt képzelni, hogy itt most 40 percben majd megváltjuk a világot. Mert hogy erre 40 óra, 40 nap, 40 év, talán 40 év is kevés lenne, hiszen egy korszakváltáshoz képest, amit ugye most élünk, és amiről már többször többször szóba került, bár nagyon különböző irányokból közelítettünk, de valahogy ugyanoda jutottunk, hogy itt ez a rendszer ez változik. Tehát, hogy 40 év. De minden esetre egy
Szeretnénk egy ilyen gondolatébresztő pár szót mondani, és aztán egy beszélgetésre imitálni titeket. Úgyhogy még egy érdekes dolog, amit a Zoli elmondana a Krisna völgyes tapasztalatairól. Na, én is üdvözlök mindenkit. Évekkel ezelőtt egy nyílt hétvégére elmentünk Krisna völgybe, és ott részt vettünk az ottani előadásokon, és belekóstoltunk az ottani életbe. Sölétormos Jenő, az akkori vezető, nagyon-nagyon jó dolgokat mondott, és tapasztaltuk, hogy ott egy elég kemény spirituális háttér működteti a dolgokat, és ezzel tudják az ottani rendszert fönntartani. És ennek a lényege az, hogy egy teljesen új alapra épülő világot kezdtek ott megvalósítani, ami nagyon fontos, hogy nem a régi rendszer, ami mondjuk itt Magyarországon megszokott, nem az volt az alapja, hanem egy teljesen új keleti filozófiára épülő elképzelés, amit ők a régi alapiratok alapján betartottak, és ez működteti most is még a rendszerüket. És akkor az volt az érdekes, hogy ugye ez egy hétvége volt, és akkor ott az emberek két-három napra rászánták az idejüket, hogy meglássanak egy teljesen máshogy működő rendszer. És a Jenő az előadása végén azt kérdezte, hogy akkor nagyon örül, hogy ilyen sok résztvevő van, mint itt is, akkor ki az, aki egy évre lejön hozzánk, és a Krisna völgyben segíti a tevékenységünket, mert hogy ez mindenkinek ott tetszett, és nagyon jól éreztük magunkat. És hát ugye mindenki falfehér lett, vagy túlzott, de azért ugye senki nem gondolt ezt komolyan, és akkor a Jenő kérdezte, hogy jó, látom, ez így túl durva volt, ki az, aki egy hétre itt marad, és akkor segít nekünk ebben a nagyon szép és szuper új útban. És akkor ugye arra se nagyon jelentkeztek. Na jó, akkor ki az, aki egy órára itt marad, és legalább figyel, és akkor tovább viszi a hírt. Na, ez az a nagyon érdekes dolog, hogy mennyire tesszük mi annak oda magunkat, amit szeretnénk. Vagy csak mindig csak sóvágunk, és mindig csak szeretnénk valamit, és próbálunk valamit csinálni, de nem csináljuk igazán, hanem csak úgy felületesen. Hát ez az, tehát a változás zajlik, de valóban, ahogy a Zoli is mondja, mi kellünk ehhez a változáshoz, és arról szeretnénk majd egy picit itt beszélgetni, hogy ezt hogyan tudjuk mi elősegíteni, de először egy kis rendhagyó kezdést tegyünk meg, mert a felvezetésben hallottátok a mottómat, ami az Izmael című könyvből érkezett, és azt nem tudnám elégszer elismételni, de nem fogom. Viszont hadd olvassak fel egy érdekes részletet ebből a könyvből, ami számomra az egyik legfontosabb szemléletváltó könyv, Daniel Quinn Izmael trilógiája. Azzal indítja, aki... Hányan ismeri? Ismeri valaki? Tegye fel a kezét, aki ismeri az Izmael című könyvet. Szóval ez... Bocsánat, ez egy alapvető könyv. 30 évvel ezelőtt az egyetemeken mindenki ezt hallta, és hát szóval döbbenet, hogy nem ismeritek. Nagyon ajánljuk mindenkinek. Nem tanították, hanem az egyetemisták között nagy sikere volt ennek. Ez az új gondolkodásnak a megalapozója. És akkor hallgassuk a mondatot. Hát akkor azért csak elmondanám, hogy kicsoda Izmael. Ő egy fiktív képzeletbeli síkvidéki gorilla, aki Amerikában, rabságban él. És ez a gorilla, hát egy nagyon különleges gorilla, föladott egy apró hirdetést a helyi újságban, aminek ez volt a szövege. Tanár tanítványt keres. Határozott vágya a világ megmentésére elengedhetetlen. Jelentkezni személyesen. Hát így indult Izmaelnek, a gorillának és az ő tanítványának a végtelenül izgalmas utazása, amit a könyvben leír Daniel Quinn. Hadd meséljek egy picit erről, hogy ők hogy indították ezt a beszélgetést. Különös módon, mondta Izmael, a gorilla, jótevőm ébresztette fel érdeklődésemet a rabság témája iránt, nem a saját helyzetem. Őt a náci Németországban akkoriban zajló események gyötörték.
Jótevőm arra próbálta felhívni a figyelmemet, arra próbált rávezetni engem, hogy nem csak a zsidók voltak rabok Hitler uralma alatt. Rab volt az egész német nemzet, lelkes támogatóit is beleértve. Néhányan irtóztak attól, amit csinált, néhányan csak sodródtak vele, amennyire tőlük tellett, néhányan pedig kimondottan meghíztak rajta. De mindannyian a rabjai voltak. Mit gondolsz, mi tartotta őket rabságban? A rettegés? Biztosan láttál filmeket a háború előtti gyűlésekről, ahol több százezeren egyként énekeltek és éljeneztek, de nem a rettegés hozta őket az egység és a hatalom ezen ünnepeire. Talán Hitler személyes varázsa? Az kétségtelenül volt neki, de a személyes varázs csak felkelti az emberek figyelmét. Ha már rád figyelnek, akkor kell lennie valami mondani valódnak a számukra. És mi volt Hitler mondani valója a német nép számára? Egy történet volt a mondani valója a számukra. Egy történet, amelyben Adolf Hitler vezetésével az árja faj letépi láncait, bosszút áll elnyomóin, megtisztítja az emberiséget mocskaitól, és elfoglalja az őt, mint az összes faj urát megillető helyet. Még ha valaki úgy is gondolta, hogy az egész őrültség, ez a történet, játszania kellett a szerepét, el kellett foglalnia a helyét a történetben. Az egyetlen mód ennek elkerülésére az volt, ha elmenekült Németországból. Azért mondom ezt el neked, nézett Izmael a tanítványára, mert a ti kultúrátokban élő emberek nagy részt ugyanebben a helyzetben vannak. Miként a náci Németország népe, ők is egy történet rabjai. Ja, hogy nem hallottál soha erről a történetről? Mert nem szükséges hallanod róla. Nem szükséges megnevezni, nem szükséges beszélni róla. Mindegyikötök kívülről tudja 6-7 éves korára. Fekete és fehér, férfi és nő, gazdag és szegény, keresztény és zsidó, amerikai és orosz, norvég és kínai, mindnyájan ezt halljátok. És szüntelenül ezt halljátok, mert a propaganda minden eszköze, az oktatás minden eszköze szüntelenül ezt ontja. És minthogy szüntelenül használtok, már nem figyeltek rá. Nem szükséges figyelni rá. Mindig jelen van, zümmög a háttérben, lehet egyáltalán nem is szükséges foglalkozni vele. Valójában azt fogod észrevenni, legalábbis kezdetben, hogy nehéz foglalkozni vele. Olyan ez, mint egy soha le nem álló távoli motor berregése, olyan hangá válik, amelyet végül már nem is hallani többé. Tegnap azt mondtad nekem, az az érzésed, rab vagy. Azért érzed ezt, mert hatalmas a nyomás rajtad, hogy elfoglald a helyed abban a történetben, amelyet a kultúrátok a világban előad. Minden lehető módon, minden szinten gyakorolják ezt a nyomást, de a legalapvetőbben a következőképpen. Azok, akik visszautasítják, hogy elfoglalják a helyüket, nem jutnak élelemhez. Kultúra anya, ez a civilizáció, azt tanítja nektek, hogy ennek így kell lennie. Néhány ezer itt-ott elszólt vademberen kívül jelenleg a föld összes népe ezt a történetet adja elő. Ha majd megtanulod megkülönböztetni a többi hangtól kultúra anya hangját, amint újra meg újra elmeséli a történetet nektek, soha többé nem felejted ezt a hangot. Akárhol is töltöd életed hátra lévő részét, arra fog csábítani, hogy így szólja körülötted lévő emberekhez. Hogy lehet az, hogy hallgatjátok ezt a maszlagot, és nem ismeritek fel, mi is ez valójában? Az emberek furcsán néznek majd rád, és azon fognak tűnődni, hogy mi az ördögről beszélsz. Más szóval, mondja Izrael a tanítványának, ha elkísérsz a beavató utamon, elidegenedsz majd a körülötted lévő emberektől, a barátoktól, a családtól, a régi társadtól, mindenkitől. Ugye ismerős ez az érzés? Nekem legalábbis, és azt gondolom, hogy nektek sokatoknak is a Covid diktatúra alatt ez az érzés, ez így a vérünkbe ivódott. Engem például arra sarkalt, hogy akkor tényleg körülnézek, hogy mi a csoda történik itt, pontosan mi ez a maszlag, amit itt mindenki elhisz, és ezt tényleg arra ösztönzöttem, hogy ezt összeszedje minden szakmai tudásomat, amit az előbb hallottatok, és megírjak erről egy könyvet. Nem mondom, ha én összeszedem ezt a bizonyíték gyűjteményt, akkor majd meghallják a hangomat. Hát
Na mindegy. De most van itt a lehetőség, hogy végre elmondjam azt is, hogy nem csak azért írtam meg ezt a könyvet, mert egyszerűen nem tehettem mást, ez diktált a szakmai és az emberi lelkiismeretem, hanem hogy elmondhassak én is egy történetet, azt a történetet, ami végül is a könyvnek a legvégének, én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb része, hogy na jó, akkor ez van, meg a propaganda, meg a civilizációnk ezt a történetet akarja lenyomni a torkunkon, de mit tehetünk mi? Meg hogy egyáltalán mik azok ennek a történetnek, mik azok a részei, amik a problémák, és amin ha változtatni tudunk, akkor kiutakat találunk. És ugye Izmael is azt mondja, megint a történet szó, akár ez is lehetett volna az előadásnak a címe, hogy meséljünk egy új történetet. Tehát Izmael is azt mondja, hogy hogy mondjunk el egy új történetet. Hogyha egy új történetet mesélünk a gyerekeinknek egy generáció alatt, egy más szemléletű generáció fog felnőni, és ők majd tudni fogják. Hiszen ahogy elhangzott ez az idézet, ami az én módom, ezt most nem mondom el még egyszer, de mondok egy másikat helyette, az is nagyon ismert Einsteinnek a, legalábbis tőle származtatják ezt a híres mondást, hogy nem tudjuk a problémákat megoldani azon a tudati szinten, amin létrehoztuk. Tehát a szemléletünket kell megváltoztatnunk, a tudati szintünket kell hozzáigazítanunk a folyamatokhoz, és történetek, és ami nagyon érdekes, hogy ugye magam is annyira lelkes történetmesélő vagyok, hogy hát jó, hogyha egy ilyen covidos dolog ez nem annyira pozitív, és nem fogja meg az embereket, akkor majd egy pozitív vízió majd megfogja az embereket, és így született ez az Ökofalu könyv, amit az Erzsébet szintén felolvasott nekünk, mert ahogy mondtam, mi már most már 15. éve járjuk ezt a rögös utat, hogy akkor hogyan lehet másként, és annyira szerettem volna, hogyha még nem is tudjuk ezt megvalósítani, talán nem is a mi életünkben, hiszen mondtam, hogy ez a 40 év, ez 40 év, vagy akármennyi, de hogy legalább legyen egy víziónk, mert biztos ismeritek a Kis Herceg híres szerzőjének, Exupérynek az idézetét, hogyha hajót szeretnél építeni, ne azzal kezd, hogy összehívod az embereket és szétosztod közöttük a feladatokat, hanem kezd fel az végtelen vágyat bennük, hogy vágyjanak a tengerre. Azt gondolom, hogy ezzel az Ökofalu regénnyel én is így voltam. Meg kellett írni, hogy milyen lenne egy ilyen csoda hely. De visszatérve a történetekre, nem csak szenvedélyes író, de szenvedélyes olvasó is vagyok, és ugye ebben a nagyon változó időszakban biztos ti is így vagytok ezzel, hogy rengeteg sok helyről próbáljátok begyűjteni a tudást, hogy mit tegyünk, hogy mi az, ami útmutatást adhat, és ez a történet szó visszacsenget most három olyan könyvben, most már nem fogok hosszas részleteket felolvasni, senki ne jegyen meg, amiknek a szerzői teljesen máshonnan érkezve, másról szólva ugyanezt a dolgot mondják el nekünk, a történet. A másik könyv, amit most hoztam megmutatni, a totalitárius pszichológiája, Matthias Desmet könyve, azt gondolom, hogy a covidos emberek találkoztak az ő könyvével, nemrég jelent meg. Ezeket a könyveket egyébként a csigastrategia.com honlapon megtaláljátok az ajánlóban. Majd oda még a többit is föl fogom tenni, ezeket a számunkra nagyon sorsfordító könyveket. De hogy ő is pont ugyanezt mondja, egy nagyon érdekes dolgot mond elő az összeesküvésekről, konteókról, és természetesen nem azt mondja, hogy nincsenek háttérben célzott, határozott dolgok, amik a mi életünkre, hogy úgymond nem túl pozitív befolyása járnak. Én például azt szoktam mondani, hogy hát járványügyi rendeletek, ugye Covid, sem íródnak át maguktól, úgy véletlenül, de hogy mégis azt mondja, hogy nem feltétlenül arra kell nekünk figyelnünk, hogy ez milyen egy, ki hozza ezt létre, vagy ki az a hatalmi elit. Ezt nem ő mondja, hanem mi is mindig ezt szoktuk mondani, hogy egyszerűen azért, mert ez nem biztos, hogy az, amire mi nekünk ráhatásunk tud lenni. Arra kell nekünk figyelnünk, hogy nem is annyira ők irányítanak, hanem egy ideológia. Ahogy Izmael mondja, van egy történet, most Matthias Desmet és a Covid kapcsán, meg a mostani rendszer kapcsán, és amit Bardot Zsuzsa professzor asszony is említett,
ők megint csak egy történetet akarnak nekünk előadni, ami egy mechanisztikus társadalom, egy technokrata társadalom, ahol minden technikailag és orvosbiológiailag kontrollálható. Ugye ez az a történet, amit hasonlóan hátborzongató, mint a Covid-fasizmus, vagy hasonlóan hátborzongató, mint a náci történet. És hogy megint arra kell figyelnünk, hogy itt van egy történet, és ez visz minket el. És nagyon érdekes, hogy a harmadik könyv, és most már be is fejezem a könyveknek a népszerűsítését, pedig Bruce Liptonnak és Steve Bremennek a könyve, a Spontán evolúció, ami szintén megint a történet. Kimásoltam egy nagyon érdekes ábrát, és erről fogok egy pár szót mondani, mert egészen hátborzongató módon összecseng, bár azt gondolom, hogy valahol nem meglepő, hogy azért a gondolkodó emberek azok hasonló meglátásokat tesznek közé, és hasonló megoldásokat is tesznek közé, csak számomra bámulatos, hogy ennyire különböző irányból indulva ugyanoda jutnak. Ő is azt mondja, hogy egy régi történet, más szemszögből nézzük meg, és van egy rész a könyvben, ezt szintén feltettem oda a Csillagstratégia ajánlóba, a Spontán evolúció könyvhöz. Érdemes tanulmányozni ezt az ábrát. Ő a történelmi korokat veszi végig, és egészen visszamenve időszámításunk előtt 8000 évvel azt vizsgálja ebben az ábrában, hogy a szellem és az anyag, tehát ahogy ennek a két dolognak a fontosságát az életünkben, milyen mértékben határozza meg ez a két dolog életünknek a ideológiáját vagy történetét, ez hogyan változott. És hogy az első ilyen pont, hát ugye abban a történetben legalábbis, amit mi így ismerünk a történelemkönyvekből, az animizmus volt. Az is érdekes, hogy az animizmus szó mind a három könyvben szintén, vagy ez a fogalom előkerül, holott nem gondoltam volna. Tehát az animizmus volt, amikor egyensúlyban volt a szellem és az anyag, és azok a törzsi csoportok, akik mind a mai napig, most már nagyon ellenérző számban, de még mindig működőképesek, őket egyébként Ismael a könyvében meghagyóknak nevez, és a mi civilizációnkat, ami 99%-on föld népességének, elvevőknek. Én azt hiszem, hogy elég beszédes ez az elnevezés. Tehát, hogy ezeknél a törzsi népeknél egyensúlyban volt. Az ő, nem is nevezik vallásnak az animizmust, inkább a vallásnak egyfajta előfutára. Egyensúlyban volt szellem és anyag, mind a kettő egyformán fontos. És aztán, ahogy változott a történelem, hogy elkezdtünk fölfelé egy színuszgörbe szerint haladni, és egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy a több istenhit, végül egy istenhit, teljesen a tetejére jutottunk. Ott már a szellem volt a minden. És az, hogy a világot hogy magyarázzuk, hogy mi ez a történet vagy ideológia, amit nekünk tanítanak, ott teljes mértékben a vallás úgymond, és az egyházak, és ez az egész föld összes világvallására, akkor és még mindmáig uralkodó világvallására igaz, a szellemet helyezte egyensúlyba, és aztán ez sem működött, mert hát kiderült, hogy azért itt ezeknek a vallásoknak leginkább a leglelkesebb vezetőivel komoly bajok vannak, mintha nem azt csinálnak, amit hirdetnek. Elkezdett ez összeomlani, ez a rendszer, és ahogy itt az előző hozzászóló úr mondta, a rendszerek mindig összeomlanak, amikor összeomlani kell neki. Elkezdett ez a színuszgőrbe lefelé menni, és akkor az emberek, na hát, ha nem a vallás, akkor legyen a tudomány. Nem akarom az egész görbit végigmondani, mert nagyon érdekes a könyvben egy hosszas bemutatása ennek a történelmi színuszgörbének, de hogy lecsúsztunk megint a mély pontra, amikor meg teljesen az anyag lett, ugye most ennek iszok meg a levét, hogy a tudomány mindenek felett. Ennek a mély pontja egyébként a darwinizmus volt, amikor felfedezték a géneket, és na most aztán minden meg van magyarázva, a tudomány most már mindent tudunk, hogy az élet hogy is mint van. Hát akkor volt a legmélyebb pont az anyagban. És aztán megint elkezdtük most fölfelé menni. És ez a jó hír, mert a Spontán evolúció könyv szerint most, ugye ez a 2012-es korszakváltás, ami nyilván nem így dátumilag kell komolyan menni, de hogy most vagyunk abban a korszakváltásban, amikor reményeink szerint megint ez az egyensúly kezd helyreállni. Hogy a szellem és az anyag nem uralja egyik se a másikat, és ugye a tudományok, a newtoni fizika, meg amit már ugye
nem azt mondom, hogy meghaladtunk, mert ez így nem igaz, hanem kiegészítettünk, és látjuk, hogy nem ilyen egyszerű az élet. Kvantummechanika, káoszelmélet, kaotikus rendszerek, olyan izgalmas dolgok kezdenek följönni kutatásokban is, hogy engem kiráz ettől a hideg. Tehát, hogy megértettük, hogy több dolgok vannak Földön, igen, boráció, mint sem bölcselmetek álmodozni képes. Tehát nem tudunk mit, és nem is akarunk igazságot tenni, hogy szellem és anyag, mert éljük ezt a korszakváltást, akármilyen bajos jelek is vannak most, mégis ilyen szempontból pozitívak vagyunk, és most térnénk akkor arra rá tulajdonképpen, hogy oké, ismerjük meg a régi történetünket, mert azt tudni kell ahhoz, hogy ez az új történet, ez megértsük, hogy csináltuk mi, hogy írtuk ezeket a történeteket, hogy vettünk benne részt, hogy hittük el. Ehhez érdemes ezt a sok színes könyvet elolvasni, és persze mindenki más, biztos ti is tudnátok egy csomó ilyen könyvet mondani, vagy ajánlani egymásnak, de hogy na még egy könyvet behozom, mert ezt nem lehet, sci-fi imádóként. Ugye Asimovnak, aki ismeri az Alapítvány trilógiáját, ebben biztos vagyok, hogy ismeri többen. Ugye ő, Harry Seldonnak ugye az volt az elképzelése, hogy oké, ez össze fog omolni ez a rendszer, itt nincs mese, de hogy mit tudunk mit tenni, hogy ez az összeomlás, ez rövidebb legyen, fájdalommentesebb legyen, hogyan tudjuk elősegíteni ezt a amúgy is zajló korszakváltást, úgymond saját magunk és a jövő generációnkra, gyerekeink, unokáink részére hogyan tudjuk fájdalommentesebbé tenni, vagy hogyan tudjunk ebből, erről szeretnénk egy picit beszélgetni. Na most itt nekünk fölmerült a kérdés, amikor a könyvet írtuk, ezt a Covid könyvet, és láttuk azt, hogy nagyon sok ember elbukott, és bevette ezt az egész média hisztériát, és akkor gondolkoztunk rajta, hogy mitől van az, hogy valaki elhitte, és beoltatta magát, és karanténba ment, és rákényszerítette a családtagjait is, mitől volt, hogy ez valaki így reagált rá, és mitől volt az, vagy milyen összefüggések, milyen jelenségek azok, amik valakit megvédtek ettől, és átláttak a szitán. És akkor fölmerül a kérdés, hogy ugye nem attól, hogy valaki barna hajúak, és akkor attól ő majd máshogy, meg nem attól, hogy 42-es a lába, ugye, hanem vannak más olyan dolgok, amik valahogy összefüggnek azzal, hogy valaki átlát a szitán, és megérzi a manipulálást, és rájön arra, hogy itt most valami turpisság van, itt finoman fogalmazva. És az lenne nekem a kérdésem, hogy kinek milyen ötlete van erre, hogy mi az az egy-egy dolog, egy-egy szó, amitől lehetett itt érezni, mondjuk érezni lehetett, hogy itt valami manipulálás van, és át akarnak minket verni. Tudtok ilyeneket mondani, ami nagyon fontos tényező lenne? Hangosan! Hát a legelső az, hogy ha meg akar gyógyítani anyukám, akkor mindig megnyugtat előtte, és a nyugtatás a félgyógyítás. Itt pedig eleve félelemkeltés, hogy mindig igen. Igen. Jó, más valaki? Hát félelemkeltés, hogy hangosan elhangzott. Régi történetekre hitt, az úton hitt. Elhitte a régi történetet. Ellentmondásokat értem. Föl. Ellentmondások voltak. Józan paraszti ész jár. A józan paraszti ész. Gondolkodni? Gondolkodni kell. A genetikai módosított élelmiszer az nem jó. Akkor mitől lenne jó? Így van. A genetikai módosítás és az élelmiszereknél nincs elfogadva a vakcináknál. Meg igen. Egy alapvető az, hogy a kukac meg elpusztult tőle, akkor hogy lehet az nekem jó? Jó, szóval itt az ellentmondások, ugye? Tessék? A média folyamatos súlykolás. Igen, az erőszakos média, ugye? Önvédelmi reflex. Önvédelmi reflex. Ingyen volt. Ja, hogy ingyen adják, és akkor nem is lehet jó. Ez is lehet, igen. Gyanús, hogy ingyen a helyen. Ez a propaganda. Igen, és a rengeteg pénzt költötték rá, hogy akkor elhiggyük. Igen, ez is gyanús. Még valaki? Túl jót akartak nekünk, igen, és ők majd megoldják a mi problémáinkat. Akkor a hölgy után megoszlott a tudós társadalom. Egyik ezt mondta, másik azt. Igen, ellentmondások volt ez ott is. Igen. Most, hogy ők, akiknek ez érteni kéne, nem értenek hozzá, ugye? Most picit vezessük át ezt a
azt gondolom, hogy nagyon jó, mindenkinek van arra ötlete és rálátása, hogy, hogy miért nem hittünk el, de most egy picit, hadd kérdezzük, tegyük fel ezt a kérdést egy picit másként. Azért szeretnénk másképp föltenni, mert ugye mi is azért vagyunk itt, hogy most 40 perc alatt, na most már nem tudom mennyi van hátra, meg találjunk hasznos dolgokat, akkor mit gondoltok, hogy ti mennyiben vagytok mások, vagy mi az, ami jellemző rátok, akármilyen tulajdonságotok, erősségetek, ami miatt ti úgymond nem buktatok el, hogy ezt a csúnya szót mondjam. Tehát azért fontosak ezeket összeszedni, mert ezek lesznek azok az erősségeink, amiket még tovább kell erősíteni, vagy amiben kitartanunk kell, amit meg kell tanítanunk a gyerekeinknek. Tehát egy picit, és ez azért is fontos, mert ugye nem hazudhattuk meg a saját hátterünket, meg a szakmánkat, de hogy ez a tudatosodás, amivel mi elősegítjük ezt a változást, ez nem kell így várni azt, hogy ez majd úgy csoda, hanem ezt csinálni kell, ezt tudjuk fejleszteni. Ha tudjuk, hogy ugye mi az, amit fejleszteni akarunk. Tehát akkor a kérdés még egyszer, hogy mik azok a jellemvonásaitok, vagy az életmódotokban mik azok a jellemzők, amik miatt ti úgymond immunizáltatok voltak a propagandára? Saját ösztönre hallgattam, és a józan paraszt észművös. Aha, az ösztönökre, az érzésekre hallgatni. Jó, tessék? Nekem a tapasztalat alapellátásban dolgoztam, és emlékeztem a H1N1 átverésre. Aha. 2009. A sertésinfluenza átverés hasonló volt, igen. Köszönöm. Akkor is volt egy gazdasági válság. Aha, igen. Több helyről kell információt szerezni, ez nagyon fontos. Hiszen aha, nyitottnak kell lenni más információk. Ráadásul azért kicsit visszatekint az ember itt a 30 éve, itt az ember. A magyar népnek jót nem igazán tettek, tehát én már régóta nem is hiszem el, amit hivatalosan mondanak a hatalom képviselői, tehát már eleve az föntartásos. Jó. Megkérdőjeleztem a régi történeteket, a régi programokat felírtam, és nem fogadtam el. Nem fogadni el a régi programokat, vagy felülvizsgálni, hogy az mennyire működik. Ez számomra egyfajta nyitottság az újra, hogy hát... Mennyitelen történt? Jó. Ugye nem a dogmákban hiszünk. Azzal a Jézusi mondással gondoltam, hogy kételkedjetek azokban, akik már azt jelenti, hogy megtalálták az igazságot. Igen, hogy vigyázzatok azzal, akik tudják, hogy tudnak. Jó. Ez a kedvenc mondásom egyébként, hogy aki tudja a tutit, attól menekülj. Ezt nem én találtam, van egy ilyen jó kufa mondás. Hitünk, azaz? Hát akkor most így kell hallgatnunk, hogy ez zörög. Van még egy másik. Na? Hogy mikor a templomban a szószéken hirdették, hogy oltakozzunk. Akkor honnan tudja? És Ferencváron volt, amit ott elkezdett. Hát igen, szóval hogy olyan helyekről is jött az információ, aminek semmi köze nincs hozzá. Ez a propaganda megint csak. Ez reklám, de egyetlen egy ilyen gyülekezet volt, a hitesek akasztották át. Ebben nem kell így észnék, hogy beleállni, hogy nyomni az oltást. Érzi a német Sándorék voltak, akik azt mondták, hogy az összes többi nyakig bele van. Jó, de ő náluk meg volt a feltartás, hogy ezt nem nyomták el. Mennyi időnk van még? Mennyi az idő, mondja meg valakit? Hát akkor mi van 20 perc? Mikor kell befejezni? Várom az Erzsébetnek a jelzését. Akkor majd szólnak, amikor abba kell hagyjuk, akkor mi el vagyunk. Akkor egy jó, hát ebédszünet. Még egy picit... Nem kell nyilvánosság előtt magatokról beszélni, de hogy miben vagytok ti, mint emberek mások? Hogy mondjak példákat, és akkor talán értitek, hogy... Mi például a Zolival kifejezetten ufóknak szoktuk magunkat nevezni, ufóknak. Ha valaki szokta a szkeptikus kerekasztal drága Gergőnek a videóit nézni, akinek a munkássága végtelenül tiszta és tiszteletre méltó. Egy beszélgetést csináltunk erről a témáról, egy lazább és sokkal több időnk volt, és
ott beszéltünk erről, és aztán ezt a címet is adta az előadásnak a Gergő, hogy merj különbözni. Tehát, hogy megyünk kilógni a sorból, és megyünk dolgokat megkérdőjelezni. Tehát most ugye most arról beszélek, hogy miben legyünk egy kicsit más emberek, mint a tömeg. Most bocsánat, nem rossz értelemben akarom a tömeget mondani, csak hogy aki mer különbözni, az meg mer kérdőjelezni dolgokat. Ugye ez szkeptikus, ahogy a Gergőnek a blokja. Tehát, hogy ilyen szempontból is érdemes gondolkodni. Én nem hittem azt, hogy én oltatlan kérdőjelezni. Tehát volt egyfajta magabiztosságot. Volt egy presszóra, hogy aki nem oltatja, nem oltatkozik, veszélybe van a beletelebő lett. Én meg... Igen, hát ez az önbizalom is egyben. De ne kellett volna hallom. Hát a narratíva szerint igen. Még tök jó vagyok. Mondunk még érdekes dolgokat, mert hogy nem minden jut az embernek az eszébe így első. Tudom, hogy így lehet, hogy váratlanul értitek ezt, hogy itt nektek szekezünk ilyen kérdéseket, de hogy vannak dolgok, amik nem olyan magától értetődőek, és hadd meséljek egy szakmai tapasztalatomat még a Magatartástudományi Intézetből azért nagyon érdekes, mert ott ilyen országos reprezentatív egészség és életminőség felméréseket csináltunk, ami páratlan volt a maga nemében, mert még világszínvonalban is nagyon nehéz egy ilyen nagyon komplex vizsgálatot úgy megcsinálni, hogy az tényleg tudományos alapokon, statisztikailag, epidemiológiailag, mindenféle módon egy jó, igaz képet mutasson, ezt úgy kiértékelni, hogy ne essünk hibákba. És hogy egy olyan érdekes dolog jött ki abból, hogy kik egészségesebbek, kiknek jobb az életminősége. Hát most szintén kísértést érdek, hogy feltegyem a kérdést, hogy vajon mi lehetett ez, de azért nem fogom megtenni, mert lehet, hogy több időt igényelni, hogy rájöjjünk így együtt. Azt találtuk a felmérésekben, ott sok ilyen pszichológiai tesztet és ilyen kérdőívet vettek fel a résztvevőkkel. Volt egy olyan kérdőív, hogy az élet értelme kérdőív, olyan izgalmasan hangzik. És az jött ki, képzeljétek el, hogy azok egészség, ami egyébként nem olyan fura, de valahol mégis, amikor az ember egy tudományos kutatást csinál, és akkor azt várja, hogy majd kijön, hogy a mit tudom én, a barna hajók, vagy a kék szemek. Nem. Az jött ki, hogy azok egészségesebbek és érzik jobban magukat, akik nem vallásos értelemben, akik úgy gondolják, hogy az életnek van valami tágabb értelme. Ők valami tágabb rendszernek a részei, és ebben a rendszerben nekik van valami fajta küldetésük, és tartoznak valahová. És azért akartam ezt az egyet legalább még elmondani, hogy mindenképpen beleférjen az időnkbe, mert a három könyv, amit említettem, meg a saját könyvem is benne is erről írtam a könyv végén, hiszen ugye ez annyira ide kívánkozott. A három teljesen különböző szerző, három teljesen különböző háttérrel, ugye biológus, pszichológus, regényíró tanár, Ismaelnek az írója, ugyanide jutott ők is, hogy ez a fajta spiritualitás, ez a fajta összetartozás érzés, ami szerintem mindenkiben előjön, hogyha olyan szakmát végez például, szerintem ez is egy fontos dolog, ha olyasmivel foglalkozik, ami tényleg szeret, és nem azért csinálja, mert kénytelen pénzt keresni, akkor át tudja élni ezt a életem értelme, értelmes a munkám, értelmes, tartozom valahová, és fontos vagyok, és amit csinálok, az jó lesz másoknak is. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy az ember olyasmit csináljon, amit mi úgy nevezünk, nem is mi találtuk ezt ki, hanem egy tréningen tanultunk, hogy a számomra megfelelő cél. Ez mindig egy olyan cél, amit túlmutat saját magamon. Tehát, hogy akik ilyen elvek, most nem jutom, ez furcsán hangzik, vagy ilyen hát értékrend szerint próbálja az életét élni, ami egyáltalán nem könnyű, amikor tényleg van ez a propaganda és ez az ideológia, ami nyom bele minket egy kényszerpályára. Például ugye nem kapunk enni, amiről az egész Ismael szól, és nagyon-nagyon érdekes, tényleg ajánlom. Olyan nézőpont, hogy az ember, na mindegy, szóval, hogyha ezeket a értékrendeket mutatjuk, és ami még egy nagyon fontos dolog, hogy megint jó mondások, hogy
hogy a világ a példádból tanul, és nem a véleményedből. Tehát, hogy csinálni is kell. Tehát most akkor, mint mondtunk, merjünk különbözni, legyen értelme az életünknek, végezzünk olyan munkát, aminek van egy nagyobb célja, és nem csak az, hogy én nekem jó legyen, meg a kis családomnak. Amiket ti elmondtatok, hogy józan paraszti ész, hit, stb. Ezek azok a dolgok, amikben tudunk fejlődni, és amit csinálni is kell. Tehát, hogy én például nem mernék kiülni ide az Olival, arról beszélni, hogy mi hogyan lépjünk ki a mókuskerékből, hogyha egyébként benne lennénk a mókuskerékből, ugye nem lennénk hitelesek. Tehát mi tényleg kiléptünk valamennyire a mókuskerékből, és nem mondom, hogy mindenki azonnal ugorjon és csináljon egy olyan dolgot, amiben szívvel élekkel hisz, még akkor is, hogyha anyagilag sokkal nehezebb lesz az élete. De hogy csinálni kell? Én hiába papolni kell, ha nem csinálnánk. Tehát, hogy mindenki a maga területén. És még egy gondolat erről a szakraításról, aztán átadom a szót Zolinak is. Hogy például, amikor olyat csinál az ember, amit szívvel élekkel szeret, amikor mi elkezdtük ezt az ökoépítészetet, és eleve megtapasztaltuk ezt a kapcsolódást ezzel a valami többel, amikor az ember szakrális formákat kezd építeni, és nem a betonkocka házakat, akkor attól tényleg kirázza a hideg, egy ilyen flow állapotba kerül, hogy csoda születik a kezünk alatt. Hogy azt gondolom, hogy ha így tudunk működni, akkor ez felvértezi az immunitásunkat. Mert ugye az immunitásunk része az is, hogy mi lelkileg nem feltétlenül leszünk egészségesebbek, mert ennél sokkal bonyolultabb a dolog. Mert aki rögös úton jár, az azért sokszor kap pofonokat. De hogy valahogy mégis azt érezzük, hogy ott, hogy na, jó felé megyünk, na, legalábbis megpróbáljuk. Na, én még annyit fűznék hozzá, hogy vannak ügyes praktikák, amikkel... Igen, azt nagyon megköszönném, egyáltalán nem zavarja, hogy előadás. Köszönöm szépen. Szóval, hogy vannak nagyon ügyes kis praktikák, amikkel érdekes módon afelé tudunk menni, hogy jobban ellenálljunk ennek a mostani rendszernek, mondjuk ennek a megvezetésnek, és olyan egyszerű kis dolgok vannak praktikának, hogy például elhatározom, hogy most minden nap változtatok valamit az életemben. Ha így ezt meggondoljátok, hogy milyen érdekes, hogy most holnaptól csak egy cukorral iszom a kávét. Ilyen teljesen egyszerű, banális dolgokat elkezd az ember változtatni. Levágom holnaptól a hajamat. Vagy, mert én most vágottam le ilyen rövidre először a hajamat, mert hogy hiányzott, hogy nem volt még ilyen a hajam. És mivel az univerzum a változás szerint működik, minden változik, nincs olyan, ami állandó. És hogyha mi azt akarjuk, hogy mi is benne legyünk egy rendszerben, amiben áramolni tudunk, akkor rájövünk arra, hogy nekünk is változtatnunk kell. Mindegy, hogy mi. Hogy eddig ezt a ruhát szerettem, akkor most nézzük meg azt a ruhát. Vagy eddig ide a fürdőbe jártam mindig minden héten, menjek a másik fürdőbe. Teljesen mindegy. Csak mindig változtassak valamit, és legyen ez egy ilyen vezérfonal, ami alapján az életemet élem, hogy akkor változtassunk. Hogy mondjuk eddig, nem tudom én, Horvátországba mentem, most pedig ide jövök a Mogyra. Igye? És akkor változtatok, és afelé változtatok, úgy általában amifelé nekem úgy jobb lesz. És hogyha ezt így be tudom tartani, és meg tudom oldani minden nap, hogy egy picit változtatok, akkor az univerzum ezt elkezdi támogatni, és akkor én jobb irányba kezdek el mozogni. És olyan hihetetlen változások jönnek egy-egy pici dologtól, biztos a pillangó hatást azt ismeritek. Na, szóval, hogy egy nagyon pici változtatás, ami egyébként jelentéktelen, meg semmi értelmét nem látja az ember, annak is van jelentősége, és hogyha ezt így beépítjük a napi rutinba, akkor az elkezd működni. És ezt próbáljátok ki, higgyétek el, hogy nagyon nagy hatása van. Úgyhogy mondjuk ezt akartam az egyiket. A Mónika mellett nehéz szóhoz jutni. A Zoli mellett is ám, úgyhogy 40 percet. De én most nagyon visszafogom magam, mert csak 40 percet. 40 percünk van. Egyébként a változtatás és a változatosság rögtön asszociáltam erre a szóra, ami megint egy olyan kulcsfogalom. A természetben a változatosság alapvető. Ahol nincs változatosság, diverzitás, ugye olyan szép fogalmat is elmondjam, ott nagy veszélyek vannak. Még hadd ajánlja a könyvet, hát nem bírom ki. Buckminster Fuller, aki egy nagyon-nagyon kiváló filozófus, gondolkodó, építész ember volt,
írt egy könyvet Földűrhajó címmel, és ő a specializációról írt, és rögtön visszacsengett nekem az ő írása, hogyha egy faj nagyon-nagyon specializált életformát kezd fölvenni, mondjuk például csak egyfajta növényt tud megenni, hogy a koalák, vagy egy másik példát hozott ő, az lehet, hogy egy darabig kifizetődő lesz, mert mondjuk az csak ő eszi, és akkor neki Hawaii, mert iszonyú sok olyan növény talál, ami csak neki finom. De ha bármi változás van, akkor oly mértékben sebezhető ez a nagyon túl specializálódott élőlény, hogy kihalhat. És most a Covid kapcsán ez nekem nagyon-nagyon visszacsengett, mert próbáltam ugye belegondolni a többi kollégámnak a helyzetében, hogy, mi van itt. És akkor rájöttem, hogy a specializáció dugájába dőlt megint az egész orvostudomány, elvérzett a specializáción, mert nem látja már csak azt a szűk részt. És akkor kap egy leletet a laborból, és akkor hát abban a hisz, mert hát miért gondolná, hogy az nem jó. És tehát ugye ez a színusz görbe most, amire visszatértem, a spontán evolúció könyvből, ez a fajta szellem-anyag egyensúly, ez a, amit mi holisztikus szemléletnek nézünk, ez elengedhetetlen. Tehát az orvostudomány is elvérzett, és hogyha nem tud nyitni ebbe az irányba, akkor ilyen tragédiák történnek, hogy egyszerűen én bele tudtam érezni magam abba a kollega helyzetébe, aki ott, tehát nem rossz szándék volt. Egyszerűen elhitték, és nem is látták át az egész rendszert, és hogy de ennek ellenére mégiscsak elvéreztek, tehát hogy ez egy intő jel kell lenni, hogy aki nem képes megújulni, változtatni, akár egy orvos is, és nyitni a alternatív dolgok felé, akkor tragéd, nem hogy gyógyítani nem fog, de ugye ártani fog finoman. Na, visszadom a Zolinak. Nem tudom, van még időm, de úgy látszik, én annyit mondanék még a változtatáshoz, hogy ugye lehet kicsiben is változtatni, lehet nagyban is változtatni. Most csak mondok példákat, hogy ami 15 év alatt, amit mi tapasztaltunk, hogy ha például elkezdünk helyi közösségekbe gondolkozni, ami most ugye erősen ki van írtva a gondolkodásból. Az van, hogy mindenki önállóan zárkozzon be a lakásába, keressen pénzt, a pénzt költse el ott, ahol jövedelmez annak, akinek érdeke, adózzon, és menjen haza megint, aztán menjen dolgozni, és semmire nincs ideje. Na ez van a köztudatban, ez a mostani narratíva, vagy ez az, amit úgy zöng a háttérbe, és azt hiszük, hogy ez az élet. És hogyha elkezdünk abba gondolkozni, hogy fogjunk össze a szomszéddal, a közösséggel, figyeljünk egymásra, segítsünk egymást, mondjuk kezdjünk el minél több önellátást megoldani. Először az élelemellátást, aztán mondjuk az építkezést, ugye, hogyha olyan dolgot tudok építeni, mint a szupervájú, amit saját magam is tudok építeni, akkor nagyon sokkal előrébb vagyok. Beépítem a permakultúrás szemléletet, ami a világ működését írja le legjobban, és természetközeli. Ha ezekkel foglalkozok, ha minél kisebb legyen az ökológiai lábnyomom, ha ezek vannak beépítve abba a változásba, ami nem egy cukor vagy két cukor a kávéban, hanem egy kicsit messzebbre tekintő, kicsit bátrabb, akkor, hát igen, de a kávé is egy finom dolog, szóval nem kell azt elhagyni azért, mert nem tudom, szóval nem kell drasztikusan se csinálni ezt, ez finoman is lehet, hogy minden jó legyen, és mindenkinek jó legyen, és ne csak most legyen jó, hanem a jövőre is. Ez az egyik mesteremnek a mondása, hogy csinálj olyat, ami most is jó, később is jó, neked is jó, meg mindenki másnak jó. Ha ezt be tudod tartani, akkor már nagyon jó. Ugye, és csak olyat csináljunk, amit szeretnénk, hogy velünk is csináljanak. És ha ezek így benne vannak a rendszerben, meg hogy mindig változni, és újat csinálni, és figyelni, és analizálni, és szkeptikusan lenni arra, amit nagyon nyomnak, akkor gyakorlatilag védjük magunkat úgy, hogy nem kell védekezni, hanem csak csináljuk jól az életet. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok is. Mi is köszönjük. Ez tényleg egy mentális kérdés. Hú, hát ott most... Szupervájukról? Mondjak valamit? Igen. Egy organikus építési forma, amit mi hoztunk be Magyarországra 10 évvel ezelőtt, és azóta oktatjuk, adtunk ki egy könyvet róla, ennek a vályogépítésnek az alapjairól, és tartunk tanfolyamokat. Ami a lényege, hogy egy teljesen másképp kell vele építeni, és nyilván itt ezt nem mondhatjuk el, pláne mellett telt az időnk,
Még egyszer, a Csiga stratégiai honlapon nagyon sok minden van erről. És az legjelentősebb ennek az építése módnak, mert hát sokféle építés van, és mindenki megtalálja, ami neki tetszik, hogy ezzel nagyon viszonylag egyszerűen, vagy úgy mondjam, sokkal könnyebben lehet ívelt formákat építeni. Tehát ez az egyik erőség, az ívelt formákat és boltozatokat, kupolákat. És magának építhet az ember, mert egy nagyon egyszerű technika. Egyébként körszövött polipropilén tömlőbe töltjük be a termőföld alatti altalajt, és azt dolgozzuk be a fal helyére, ledöngöljük úgy, mint régen a döngölt fal, vályófaloknál szokás, és itt a vályoknak a megszilárdulása az alapvető, hogy az adja a stabilitását a háznak, a másik pedig ez a tömlő, ami nagyon erős és szakító szilárdsága van, és a szerkezet alakja az, ami földrengés és árvízállóvá teszi a dolgot. Úgyhogy zseniális technológia. Milyen ragasztó? Nincs ragasztó. Szöges drót van a sorok között, hogyha ez a kérdés. Nagyon jó, mert maltert nem használunk, hanem szöges drót van a sorok között, és azok fogják össze a tömlőket. Érdemes a csigastratégia.com-on megtalálhatjátok a szupervályok technológiát, és akit érdekel, örömmel válaszol minden kérdésre. Na, további szép napot mindenkinek! Köszönjük! Imre Szűzen